A hatodik tavaszi fordulóban a szekszárdi fekete gólyák a Marcelli VSS-ével játszott. Az eredmény 46-18 lesz. Számított el ilyen játékra, ilyen meccsre? Nem, abszolút. Bár tudom, hogy a Marcellinak vannak nehézségei, de azért a múlt fordulóban a Csurgó még így is tudott egy góllal nyerni ebben a felállításban itt. Nem gondoltam, hogy ennyire meg tudjuk törni őket az első fél időben. Az igazság, hogy az 5 perc nagyon jó védekezés, 6-0, az meghatározta az egészet. A saját csapatod egész meccses teljesítményével mennyire vagy elégedett? Ezt kérted a lányoktól? Igen, nagyjából beállós zicsereink kivételével azt mondom, hogy nem sok minden védekezésben volt egy-egy, de hát ez természetes 46 gólnál, hogy néha egy-egy védekezés nem annyira csattan már, de úgy gondolom, hogy abban is voltak nagyon jó időszakok, támadásban pedig nagyon szép gólokat lőttünk. Mondom, talán az ittszerek kihasználásában, abban is főleg a beállásoknál volt egy kis nehézség. A második fél idő közepétől játszott úgymond a Cseresor, az ifisták. Róluk mit mondasz, hogyan teljesítettek? Hát cserégettünk, mert az Eliza már az első fél időben játszott, aki kevesebbet szokott, most a Timit játszottam abban a sorba. Hát láttad, az Eszter is nagyon ügyes dolgokat csinált, a Vivnek is voltak jó dolgai, tehát ők is tettek hozzá, úgy gondolom.